A véreddel életet menthetsz nyáron is. Te adod? Idén ezt a címet viseli az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt szezonális véradó kampánya. Azért kell a legmelegebb hónapokban is megszólítani a donorokat, mert a nyári szabadságok, utazások idején a rendszeres véradók is gyakran elmaradnak. Az élet viszont ilyenkor sem áll meg, a megfelelő vérkészletnek minden vércsoportból rendelkezésre kell állnia. Ez egy közös ügy, mindenkinek a saját ügye is. Ezt főleg akkor szokták megérezni az emberek az egyén szintjén, amikor valamilyen közeli hozzátartozónak van szüksége arra, hogy vagy a gyógyulásához, vagy pedig egy vérigényes műtéthez, vagy egy baleset következtében bekövetkező életmentéshez nagyon sürgősen van szükség vérre. Akkor átérzik azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de ez akkor sem egy egyéni ügy. Ez minden esetben egy közös ügy és egy közös felelősségvállalásnak az eredménye. A kampány arra is rávilágít, fontos, hogy ne nyűkként, feladatként, hanem jó programként éljék meg a véradást az önkéntesek. A fiatalokban pedig minél korábban tudatosuljon, hogy vért adni menő dolog. A szeptember elejéig tartó akció keretében a következő hetekben a legalapvetőbb tényeket és tudnivalókat osztják meg a közösségi médiában. A csatlakozónk különféle véradással kapcsolatos kereteket állíthatunk be a profiképünknél. A Vörös Kereszt megyei igazgatója arra is felhívja a figyelmet, nyáron sem veszélyesebb az önkéntesség ezen formája, mint évközben bármikor. Ilyenkor fokozottan kell odafigyelni a folyadékpótlásra a nagy hőség miatt, illetve hát az egy aranyszabály a véradásban, hogy aki vért adni készül valamelyik napon, aznap már reggeltől megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszon, illetve a táplálék utánpótlásról is gondoskodjon, megfelelő mennyiségűt reggelizzen, ebédeljen, például, hogyha délután van az a véradás. Fontos tudni, hogy a véradásra az egészségügyi intézményekre vonatkozó szabályok érvényesek, így továbbra is kötelező maszkot viselni közben. Naponta egyébként országosan 1600-1800, megyében pedig heti szinten 500-550 véradót szükséges megszólítani ahhoz, hogy a vérkészlet kiegyenlített legyen. Hogy mikor és hol segíthetünk és menthetünk meg akár három embert is vérünkkel, arról a vöröskereszt.hu/véradás oldalon tájékozódhatunk.